Veteránok emlékeztek a normandiai partraszállás 75. évfordulójára, amint egy 300 egykori tengerész és katona a dél-angliai Dover kikötőjében szállt hajóra, hogy egy 6 napos utazás során újra meglátogassák az egykori háborús partszakaszt. A veteránok Dunkirk és Poole városába hajóznak, mielőtt megérkeznek Portsmouth kikötőjébe, ahol Theresa May brit miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök is csatlakozik hozzájuk. Nem voltam vízen 40 éve, remélem nem leszek tengeri beteg, mondta egy veterán. A veteránok Portsmouthból Normandiába indulnak tovább, ahová másnap reggel érkeznek meg, ugyanazon az útvonalon, amelyen 1944-ben is hajóztak a partra szálláshoz. A mostani évforduló különleges és szomorú is egyben. A veteránok fogyatkozó száma azt jelzi, az idei, a 75. évforduló lehet az utolsó, amelyen nagy számban képviseltetik magukat, a II. Világháborúban harcoló katonák, a haditengerészet, a légierő és a szárazföldi csapatok tagjai. Az 1944. június 6-ai partraszállás volt a kezdete a náci Németország feletti győzelemnek.